Hosszú Katinka, Pas Ferenc és Dave Szálló tanítványa.Ület Baja város arca, hiszen a bajaiak számára is úszik, vagy büszkék lehetnek rá. Én azt hiszem, Hosszú Katinka pedig mintaszerű versenyzéssel az első helyen Belmonte Garcia és Wilkinson előtt, és a második 50-re a hátúszásra fordulva vezet. Európa-bajnok lehet! 2010 után, a nagy triplázás után most meg lehet az Európa-bajnoki cím. Mi az, hogy meg lehet? Megvan! Arany, ezüst! Back, I know you understand. Stop the movement. They can try if they want to. Ignorar los ladinos, see. They can try if they want. Te győztél, Katinka! Te vagy a királynő a 400 vegyesen! Despite a big loss, I bet it all. Ain't fought blind against the world, Ray Charles. Y'all just halfway thoughts, not worth the back of my mind. But to understand the future, we have to go back in time. Hölgyeim és uraim, itt az idő. Köszöntsük nagy szeretettel a bajai olimpikonunkat, büszkeségünket, Hosszú Katinkát! Kívánunk mindenkinek, köszöntünk mindenkit ma este. Én úgy gondolom, hogy ez a taps, ez éreztette, hogy ennyire vártak. Igen. És én köszönöm, hogy mindenki eljött, ilyen nagyon jó esik. Szép estét kívánok, én is köszöntöm vendégeinket, szervusz Katka. Csinos vagy, jól nézel ki. Köszönöm. Igen, most az egyszer nem vizes haja, meg úszósapkában látok. Egy hete jöttél haza Londonból, sikerült már valamit pihenni? Hát igen, ugye hát múlt héten pihentem, azért most már egy másfél hétig nem úsztam, de a héten elkezdtem újra edzeni. Azt azért láttuk, hogy az edzés az nem maradt ki, mert hogy a kosaras fiúkkal egy-két lépcsőfokot megtettél te is. Mindig hajtod magad ennyire, vagy azért néha egy kis pihenésre van idő? Van idő persze pihenésre, meg azért Baján mindig úgy érzem, hogy tudok egy kicsit kikapcsolódni, meg ugye itt vagyok a családdal, a barátokkal, tényleg nagyon... Nagyon jó, meg tényleg itt tudok a legjobban kikapcsolódni, de azon kívül muszáj ugye mozognom, meg formában maradnom, úgyhogy ez a kosarasokkal való lépcsőzés, futás, ez nagyon jó erre. Bajai halászlevet le kell mozogni ilyenkor? Le, igen, igen. Én remélem, hogy most még nagyon sok mindent megtudunk majd az idei évedről, és hát nyilván a legfontosabb, és szerintem mindenkit leginkább ez érdekel a mostani olimpia. De először is, mielőtt beszélgetünk, és remélem tényleg mindenre jut majd idő, egy kis meglepetéssel készültek neked a szervezők. A harmadik Pavarotti mesterkurzus egyik legtehetségesebb növendéke,
Balcó Péter fog énekelni neked, és Neumark Zoltán zongora művész fogja kísérni. Itt is vannak a művész urak. Fogadjuk szeretettel. Köszönjük szépen, én így gondolom, hogy mindenképp. Hát ennél gyönyörű ajándékot a Bácskai Kultúrhalottában nem kaphattál volna. Volt már, aki énekelt neked egyébként? Férfi ember. Nem. Ez az első. Szerencsésnek vagy mondható ebből a szempontból. Vágjunk bele, én azt mondom, hiszen tényleg, ahogy Anikó is mondta, bőven lesz miről beszélni. Az idei év januárban ugye úgy kezdődött a számodra, hogy nagyon-nagyon sűrű év lesz, hiszen diplomázásra készültél, valamint ötkarikás játékokat rendeztek ugye Londonban. Mi volt januárban a fejedben? Hát igazából ugye januárban csak próbáltam ugye részekre bontani a fél évet, ami nekem még hátra volt. Ugye akkor
akkor nagyon az egyetemi bajnokságra koncentráltam. Ugye utána jött a diplomaosztó, utána rögtön az Európa-bajnokság, és utána az olimpia, tehát tényleg nem tudtam egyszer az összeset, ugye az összesre koncentrálni, úgyhogy azt tudtam, hogy sűrű lesz. Tehát, és tényleg visszagondolva azért elég sok minden történt abban a fél évben. Az egyetemi hajrát mennyire volt nehéz összehangolni a sportolással, az úszással, az edzésekkel? Próbáltam úgy összehangolni, hogy azért ne nagyon befolyásolja, meg azért próbáltam előre gondolkozni, hogyha mondjuk vizsgára tanultam, akkor már jóval hetekkel előtt elkezdtem tanulni, úgyhogy próbáltam tényleg időben lefeküdni, hogy ez ne befolyásolja az edzéseket, viszont azért tényleg hát nehéz persze azért diplomázni, úgyhogy nem volt egyszerű összehangolni a kettőt. Hogy sikerült az államvizsga? Egész jól. Mi lesz belőled, ha nagy leszel? Többször elhangzott, hogy pszichológiát tanulsz. Igen, pszichológiából végeztem, ugye most egyelőre még azért ugye mesterit el kell végeznem ahhoz, hogy pszichológus legyek, úgyhogy az még 2 év. Még mindig nem tudom, hogy milyen pszichológus szeretnék lenni, most egyelőre, most nagyon tetszik a sportpszichológia, úgyhogy most e felé hajlom. Annak idején nehéz volt a pályaválasztás? Tehát könnyen döntöttél emellett a szakmellett? Igazából valahogy igen. Tehát valahogy mindig tudtam, hogy ez engem nagyon érdekel. Tehát amikor én kimentem, vagy mielőtt kimentem, ott be kellett jelölni, hogy milyen szakon szeretnék tanulni. És igazából nem volt muszáj bejelölni, mert kint Amerikában olyan rendszer van, hogy az első 2 évben lehet ilyen általános tanulásokat ugye előre elvégezni, és csak utána kell eldönteni, hogy mit szeretnél tulajdonképpen, miből szeretnél diplomázni. De én igazából már előre tudtam, úgyhogy rögtön ugye elkezdtem a pszichológiát, hogy kimentem. És azt kaptad, amire számítottál? Mert sokan vannak abban a helyzetben, szerintem, hogy elmennek tovább tanulni, és akkor rájönnek, hogy hát ez nem nekik való. Igazából a pszichológia még mindig nagyon tetszik, viszont azt hittem, hogy több mindent fog tanulni. Tehát nem tanultam annyi mindent szerintem, amennyit lehetett volna. Mondjuk nem is az, hogy lehetett volna, hanem hogy szerintem a pszichológia még olyan új tudomány, hogy még szerintem rengeteg mindent nem tudunk. Úgyhogy még rengeteg kérdés van, ami engem is mondjuk érdekelne, de még nincsenek rá válaszok. És ennyire messzire kellett menni? Teljesen amerikai? Hogy ezt tanult? Hát igen. Igazából nekem akkor jutott ez eszembe, hogy ki szeretnék menni, amikor a Kovács Ági kiment. Tehát igazából akkor döntöttem el, vagy egészen fiatal voltam, 15-16 éves, amikor már tudtam, hogy ki szeretnék menni. Igazából azért tetszett tényleg, mert ugye ott biztosítva van az, hogy tudok úszni, és tulajdonképpen amiatt kapok ugye ösztöndíjat, és tulajdonképpen avval fizetem ki azt a tanulmányaimat, és ez nekem nagyon tetszett tényleg, és ott ugye a tanárok is, meg az egész rendszer úgy van megszervezve, hogy a kettő együtt működjön. Ugye? Igen, parancsolj. Itthon mit szóltak hozzá, hogy mi ezt nem akartak visszatartani? Hát szerintem anyuk egy kicsit azért fél, de nem, de ők is azért bíztattak. Tehát egy kicsit úgy megsokaltam az úszást itthon, meg persze egy nagy környezetváltáshoz, most nem is az, hogy Amerika, de szerintem az, hogy egy környezetváltás minden új, az azért ilyenkor szerintem sokat segíthet, amikor egy kicsit így belefásultam a dolgokba. Zsebedben a diploma, nem bulizhattál nagyot, mert jött egy Európa-bajnokság ugye Debrecenben, amire mindenféleképpen szerettél volna hazajönni, felkészülésnek tekintetted akkor? Igen, tehát én úgy éreztem, hogy az jó volt a felkészülésnek, ami szerintem egy kicsit nehéz volt az az időátállás, mert ugye hazajöttem 6 nappal az EB után, de utána rögtön mentem is vissza, tehát ahogy átálltam, mentem vissza, úgyhogy megint át kellett állnom. Az egy kicsit nehéz volt, de amúgy szerintem maga a versenyzés az mindenféleképpen jó volt a felkészülésnek. Törzsutas lettél a repülőgépeken. Szeretsz amúgy repülni? Nem. Tehát nem félek, csak ugye utazni kell, sokat kell egy helyen ülni, azt nem annyira szeretem. Ezt követően ugye visszamentél az Egyesült Államokba készülni. Hogyan zajlott az olimpia előtti utolsó simítások, hogyan zajlottak? Igazából akkor még elég kemény munka folyt, ahogy visszamentem, egy jó 6 hétig még elég kemény munka volt. Az szerintem jól sikerült. Tényleg akkor már ugye megvolt a diplomám, ugye az Európa-bajnokságnak is vége volt, ugye csak az olimpiára tudtam koncentrálni.
mondjuk már azért ugye elég közel volt akkor az olimpia, de rengeteg időm volt, akkor már ugye tudtam járni futni, többet tudtam nyújtani, több időm volt ilyenekre is odafigyelni az úszás mellett. Londonban már végzett pszichológusként mentél. Mentális felkészülésben tud segíteni az, amit tanultál, vagy egyáltalán nem hasznosítod? Igazából én próbálom magamat figyelni így versenyeken, hogy hogy állok oda, akkor hogy megy, és hogy ha mennyire izgulok, akkor hogy megy. Tehát tényleg azért így ezeket próbálom figyelni, de úgy gondolom, hogy hát azért magamat ugye 100%-osan nem tudom felkészíteni, úgyhogy a Séna barátom egyébként nagyon sokat segít nekem ebbe. De amúgy szerintem mentálisan is egész jól sikerült a felkészülés. Abban lepődtem meg, hogy nem izgultam annyira, amennyire gondoltam, hogy izgulni fogok. Mert tényleg azért egy olimpiai döntő előtt én azt hittem, hogy mennyire fogok izgulni, hogy el fogok állni, mert tényleg ugye azért dolgoztam egész évben, hogy ott legyek a döntő és minél jobban szerepeljek. De ahhoz képest annyira nem izgultam, amennyire gondoltam, hogy izgulni fogok, mert tényleg úgy fogtam fel, hogy ez is csak egy másik verseny, mint hogyha egy sima bajai versenyre mennénk mondjuk. Ma beszélgettem egy nem teljesen sportközeli emberrel, aki azt kérdezte tőlem, hogy miben más egy olimpia, mint egy világbajnokság, ha ugyanaz a mező, miben más? Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés mondjuk, mert igazából a mezőny ugye ugyanaz. Ugyanazokkal úszunk, a táv ugyanaz, a medence ugyanolyan hosszú. Hát ilyenkor jön ki az ugye, hogy mindenki tudja azt, hogy olimpiát nyerni, tulajdonképpen az 4 évente van, az a legnagyobb cím, és ilyenkor jön ki ugye az, hogy ki mennyire izgul, ki mennyire tudja ezt kezelni, ezt a helyzetet. Rögtön az első napon a főszámod volt nagyon, tehát jó vagy rossz az, hogy rögtön az első napon, vagy rögtön az első alkalommal már ilyen megmérettetés. Ez ugye 2010-ben volt az, hogy ott is ugye első nap volt, ugye akkor nem úgy jött össze, második lettem. Azóta nem annyira szeretem azt, hogy első nap van, viszont ugye próbáltam azért felkészülni rá. Úgyhogy úgy készültem, hogy aznap tényleg csúcsformában legyek, és hogy akkor ússzak jól. Nehéz tényleg első nap úszni, mert ugye akkor még úgy, tehát nem tudom, bemegyünk az úszodába, hogy nincs olyan igazi rutin még, hogy mi merre, ki, hogy amikor ugye kisétálunk, akkor mennyit várnak, meg ilyen dolgokat ugye még nem tudunk, úgyhogy mi vagyunk az elsők, akik ezen túlmennek, és ugye rögtön délután már döntő van, tehát nincs is középdöntő, ugye 400-ból, de hát igazából mindig ez az olimpiai program, úgyhogy ezt hozzá kell sajnos szokni. Ugye amikor beszélgettünk korábban többször is, és a tervekről faggattalak, akkor egyrészt nagyon szűkszavú voltál, másrészt pedig ugye nem helyezésekről, hanem inkább időkről beszéltél. Miért van ez? Jobb, könnyebb időben gondolkodni, mint egy esetlegesen verseny előtt egy helyezésben? Azért könnyebb szerintem, mert hogyha sikerül megúsznom azt az időt, amit terveztem, akkor igazából mondjuk ez szerintem arra segít mondjuk felkészülni, hogy például mondjuk az, hogy második lettem volna egy századdal, de megúsztam azt az időt, amit szerettem volna, akkor igazából nekem ugye muszáj boldognak lennem, mert ugye elértem a célomat. És hát, ugye azt nem tudtam kontrollálni, hogy a másik mellettem mit csinál. És szerintem ezért szeret a versenyzőm főleg időket kitűzni, mert ugye azt nem lehet tudni, hogy mások mit fognak produkálni ugye. 400 vegyesen elért negyedik hely, és akkor így kérdezem, hogy az elért idő eredményed, hogy értékeled? Furcsa, mert így igazából a negyedik helynek örülök nagyon, mert tényleg ugye én még olimpián döntőt nem úsztam, tényleg az volt az első döntőm, és azért olimpián negyediknek lenni szerintem jó. Az idővel viszont nem vagyok megelégedve. Nem olyan régen hallgattam egy beszélgetést a Kossuth Rádión, és Merész András azt mondta a női vízilabda válogatott negyedik helyezésére, hogy a világon negyediknek lenni az egy nagyon nagy dicsőség. Főleg, tehát nyilván, hogyha magyar embernek, meg főleg, hogyha ez magyar sportoló. Én úgy gondolom, hogyha ezt a részét nézzük, akkor nagyon büszke lett mindenki a negyedik helyére. És az most időtől függetlenül, nyilván laikusként mondom. Hát igen, azért valamilyen szinten szerintem mindig nehéz másodiknak, meg negyediknek lenni. Ugye a második meg már majdnem megnyertem, de ugye második lettem, ugye a negyedik majdnem dobogós, de mégsem. Meg ugye a kilencediknek ugye azt a váltóba sikerült, sőt 200 pillangón is most jut eszembe. Úgyhogy
Hát igen, ezeket a helyeket is ugye így kell felfogni igazából, hogy nem arra kell gondolni, hogy majdnem harmadik, hanem annak, hogy igazából negyedik láttam, tehát hogy örülni ennek a helynek. Nem álltál itt meg a londoni produkciódat tekintve négy vegyest követően, ugye, ahogy te is említed, a 200 pillangón 9. lettél, 200 vegyesen pedig döntőt úszhattál, ismételten második olimpiai döntőd volt. Elégedett vagy ezekkel a számokkal? Megmondom őszintén, hogy nem teljesen. Tehát ezért is, hogy mivel nem vagyok megelégedve teljesen, és úgy érzem, hogy több van bennem, úgy érzem, hogy ennél az, főleg az időkben mindenféleképpen én szeretnék jobbakat úszni, és érzem magamban az erőt, hogy 4 évet simán még meg tudok csinálni. Úgyhogy pont a múlt héten leültem, és el is döntöttem, hogy 4 évet biztosan megvan a terv, hogy milyen számokba szeretnék elindulni, és már ugye már a jövő évi világbajnokságon is, úgyhogy a héten elkezdtem edzeni. Azt hiszem a bajai sportbarátoknak kiváló hír. A 3 egyéni szám mellett ugye volt egy 4x200 méteres gyorsváltótok is, 9. hely. Kirázza hideg az úszóválogatott tagjai közt, hogyha 9. helyet említjük a londoni olimpián? Hát ugye erre csak azt tudom mondani, hogy nagyon bal szerencsés volt ez az olimpia ilyen szempontból, mert valami, ha jól számolom, azt hiszem 6-9. Hely lett, úgyhogy az tényleg az olyan, hogy majdnem ott voltunk, de mégse, főleg ugye egy 4x200 gyorsváltóból, hogy 200-addal lemaradni, az valami iszonyatosan kevés. Tehát az olyan, hogy tényleg a körmem egy kicsivel hosszabb, és már benn vagyunk, úgyhogy hát ezen ugye bosszankodtunk is, de hát nem tudunk mit csinálni, azért ez tényleg, ez a 9. helyek, ezek elég bosszantóak, pont az Evelyn, ő is ugye 9. lett, ő mondta még a Lacival, hogy álljanak össze egy kép, hogy a 9. helyek, aztán rájöttünk, hogy egy hét után majdnem az egész csapat oda tudott volna állni, mert annyi 9. lett sajnos. Az többször elhangzott a közvetítések során, hogy rengeteg magyar szurkoló volt kint minden helyszínen. Ti hallottok valamit a vízben, abból, hogyha drukkolnak nektek, vagy az ösztönzőleg hat, vagy eljut egyáltalán hozzátok? Hát őszintén megmondom, én semmire nem figyelek. Tehát én hallgatok a zenét ezért is. Nekem az nagyon zavaró, hogyha én ahogy bemegyek, hogy elkezdek nézelődni, ugye? Főleg egy olimpiai úszodában, ugye 17 000-en voltak, ha jól tudom, úgyhogy tehát nagyon-nagyon el lehet vonni az ember figyelmét abba, hogyha elkezdek nézelődni, úgyhogy utána, tehát ahogy leúsztam, utána kiszállok, és utána még ugye ki kell sétálni a medence mellett, akkor sokan, sőt hallottam és integettem is nekik, úgyhogy versenyszám után az nagyon jól esik, amikor ott vannak a magyarok, és tudom, hogy ott vannak velünk és szurkolnak. Az asztalon lévő laptop nem teljesen díszletként van, csak jelen, ugye sokat kattogtattál Londonban az olimpia alatt, az általad készített néhány fényképről szeretnénk egy kis úti naplót, hosszú Katinka módra, úgymond kicsit mesélj, mit láthatunk a képeken. Itt a Mutina Ágival voltunk, ez az érdekes, mert a metron készült ez a kép, és annyit kellett metrozni, ugye Londonban, ugye avval nagyon-nagyon jól lehet közlekedni, úgyhogy hogyha bementünk a városba, akkor mindenfelé metróval mentünk. Szép, magas fiatalemberrel találkoztál. Mesélj! A kosarasok, azt tudni kell, az amerikai kosarasok azok nem laktak benne a faluba, viszont párszor így bejöttek. De hát ugye amikor bejöttek, akkor mindenki képet akart velük csinálni. Ugye látszik is az arcán, hogy annyi nem örül. Úgyhogy szerencsére sikerült a Kevin Durant-nel egy képet készíteni. Meg se kérdem, miért jöthettek be a kosarasok az olimpiai faluba? A McDonald's, az nem. Itt mumiaként lehet látni. Ez én vagyok versenyszám előtt. Ez a masszázs asztalon van. Itt le van, a fehér vonal le van kerítve, az a magyar rész, oda csak magyar léphetett, és itt készülök a versenyszám előtt. Bevett szokás ez a relaxáció? Nem igazán, de itt nagyon világos volt, aztán azért volt a törölköző a fejem, és nagyon hideg volt, mert az ajtó állandóan nyitva volt, és ugye Londonban elég hűvös volt. Itt bementünk a városba, és találkoztunk egy fejtelen. Én azt olvastam nem olyan régen az interneten, hogy az olimpiai faluban az úszók mellé senki sem szeret költözni,
mert őnekik első héten lemegy minden szám, és utána jön náluk a szórakozási a főszerep. Míg nyilván a többieknek van még dolguk. Ez mennyire igaz? Mennyire volt lehetőségetek egy kicsit szórakozni, kikapcsolódni? Hát most, hogy ilyen kevesen vagyunk, elmondom. Hát igen, ez igaz azért, ez tényleg. Főleg azért ugye egész, hát nem is az, hogy egész évben, hát négy évig tulajdonképpen ugye ezért keményen edzenek az úszók, hát az úszók is ugye az összes sportoló, de ugye nekünk egy hét alatt lemegy, utána ugye azért van egy pár buli, de ilyenkor próbálunk kimenni a faluból, hogy ne zavarjuk a sportolókat. A következő. Ez a London Iron ügye, felszálltunk, és itt lehet látni a Temzét meg a Big Bent. Tériszonyod nincsen. Nem, nincsen. Vagy ha volt, akkor bajban voltak. Igen. Itt tázom Londonba, ezt meg kell törökíteni. Itt a kastélynál vagyunk a sénnel. Itt pont egy gyors gyalogló verseny volt, úgyhogy rengetegen voltak. De hát láttuk, olyan gyorsan gyalogoltak, hogy én futni nem tudtam mellettük, úgyhogy... Egyre jobb lesz ez, Katinka. Csak hogy nevessünk egy kicsit. Hát most erről mit mondjak? Kíváncsiak vagyunk. Belefért a fejem. Itt is metrózunk, megyünk fel a lépcsőn, a mozgó lépcsőn. Igen. Itt vagyok a szélén, be lehet látni. Itt is ben vagyunk a városba, többen bementünk, jól éreztük magunkat. Ketten voltatok egy szobában, ha jól tudom. Igen, Povázsai Eszterre voltam egy szobában, az ő bátyjával, a Povázsai Zoltán együtt jártam a USC-re. Egyébként mi volt a benyomásod az olimpiai faluról? Mert én azt olvastam, hogy olyan, mint egy NDK-s panel. Igen, nekem nagyon tetszett. Tehát persze azért úgy nincs feltiszítve, meg minden fehér, mert ugye gondolom, hogy miután ugye a végem az olimpiának ugye ezt eladják, úgyhogy semmi dekoráció, minden tiszta fehér, meg ilyen natúrszínek vannak, de nekem nagyon tetszett, mert maga a falu az elég kicsi volt, és nem úgy, mint Pekingben, ott mindenhova busszal kell járni, már a falun belül is, és itt lehetett, gyalog mentünk mindenfelé, tehát hogyha ebédelni mentünk oda is, gyalog a buszhoz is, gyalog lehetett menni, és nekem olyan nézésem volt, mintha egy ilyen nagy iskolai táborba lettünk volna. Tehát így nyitva volt mondjuk az ablak, és tehát éjszaka nyitva volt az ablak, és reggel 6-kor lehetett hallani, mondjuk a boxolót lent edz, üti ott a zsákot, meg úgy lehet hallani, hogy felkelnek az emberek, elkezdenek mászkálni már ilyen 7-8 körül, úgyhogy tényleg olyan tábor érzésem volt. Itt vagyunk a szobában. Itt, hát én azt lehet tudni, hogy nekem az ágyam az nem itt az ablak mellett volt, azt elmozdítottam, egy kicsit mérgesek is voltak rám, hogy elmozdítottam az ágyat, de így láttam az egész falut majd, hogy nem is lehetett ugye látni, hogy ki kell, ki mit csinál. Úgyhogy az ágyamból mindent láttam. Milyen volt a szervezés amúgy az olimpián? Most már 3. olimpiád volt, milyenek voltak az angolok? Nekem nagyon tetszett, tehát tényleg az, hogy nagyon barátságosak voltak, meg azt mondtam, hogy ugye nagyon otthonos volt a falu, úgyhogy nekem tényleg nagyon, nagyon tetszett, nekem szerintem semmi probléma nem volt a szervezéssel, nagyon jó volt tényleg minden. Itt lehet a faluban mindenfélét csinálni, kikapcsolódni, van játékterem, lehet moziba menni, ugye éttermek is vannak, úgyhogy ez itt az egyik játék, amit itt játszottunk. Lesz még másik is. Ja, igen, itt dzsingát játszottunk, csak hát ugye óriási, aztán hogyha ez ledől, annak hangja van, úgyhogy... Ez is a faluban van, ez ilyen szobor, tehát ez kőből van ez a kanapé. Hát amikor először leültünk, akkor ezt nem tudtuk, úgyhogy... A kőre! Hogyan tovább? Említetted, hogy visszavár Amerika, mikor mész és milyen tervekkel?
Hát igazából most szeptemberben egy 2 hétre megyek majd csak vissza, de aztán jövök vissza, mert indulok a világkupán, ami 8 állomásból áll. Úgyhogy ez olyan másfél hónapon keresztül tulajdonképpen versenyezni kell. Azt szerintem jó lesz a felkészülésre. Utána a rövidpályás EB-n elindulok, utána a rövidpályás világbajnokságon is december lesz, és utána ugye januárban mennék ki megint, és akkor a világbajnokságra folytatódna a felkészülés. Furcsa lesz valamilyen szempontból, nem? Évekig azért nem volt ennyire sűrű a versenynaptárad. Visszatérsz a régi kerékvágásba? Igen. Ugye ott is azért volt sok ilyen úgymond egyetemek között ilyen párbajszerű versenyek. De jó lesz, hogy tényleg olyan versenyeken fog tudni elindulni, amiket én választok, és akkor, amikor szeretnék. Mindenféleképpen furcsa lesz, annak is például örülök, hogy márciusban nem kell egy csúcsformában versenyeznem, úgyhogy az mindenféleképpen szerintem segíteni fogja a felkészülést, és kíváncsi vagyok, hogy ez a világkupa sorozat ez milyen lesz, mert sokat kell utazni, és rengeteget kell ugyanúgy versenyezni, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ez hogy fog menni. Az úszás mellett van időt kikapcsolódni most még ebben a 2 hétben, amíg itthon leszel? Mentek valahova nyaralni, vagy van valami szórakozási kedvem? A Balatonra megyünk a testvéreimmel, unokatestvéreimmel, úgyhogy a hétvégén ott leszünk. Nem hiszem, strandolok. Szeretsz strandolni amúgy kint? Azért imádok, tehát hogyha a pihenés, akkor víz mindenféleképpen. Pont anyu nevet, mert a héten voltunk Aquavirdbe, és minden csúszdán lecsúszott anyukám, úgyhogy nagyon büszke vagyok. Köszönjük szépen a beszélgetést. Köszönjük. Én megkérném Zsigor Robert polgármester urat és Fertek Robert alpolgármester urat, hogy jöjjenek fel, és ők is köszöntsék Katinkát. És én úgy tudom, hogy ajándékkal is készültek, és akkor azt adják át. Azért lepődtem ennyire meg, azt hittem, hogy nekem kell így a másik számot énekelni. Én is volt egy ének, meg a végén is. Hála Istennek erre nincsen szükség. Hát Katka, az van ide ráírva, hogy büszkék vagyunk rád. Most ahányan eljöttünk, most itt vagyunk. Nagy boldog asszony van, esti mise van. Nem lehet közvetíteni a tévén, nem tudom ki itt a polgármester. A mindenbaji polgár nevében mondhatom azt hiszem, hogy büszkék vagyunk rád. Sajnos kicsit idősebb vagyok, mint te, de az én szüleim arra tanítottak, hogy mindig, tehát az elvégzett munkának előbb-utóbb mindig megvan az eredménye. Úgyhogy én olvastam azt az interjút, amit a Baonon készítettek veled, és ott örömmel vettem tudomásul, amit itt is mondtál, hogy igen, Rióban mindenképpen el szeretnél indulni, mindenképpen komolyan szeretnél rá készülni, és mindenképpen komolyan szeretnéd venni a felkészülését. Ehhez kívánok sok sikert, kívánok neked ehhez jó egészséget, és hidd el, hogy valóban mindannyian, akik itt vannak, illetve Bajai minden polgára büszke rád, és szorítunk neked, úgyhogy ha segítségre köszönöm van szükséged, szépen. Akkor állunk elébe. Köszönöm szépen. Gratulálunk mindannyian nevében. Polgármester úr után mi is sok sikert kívánunk a jövőre nézve is. Köszönöm szépen. Úgyhogy, és hát akkor jobb lubickolásra nézve lesz a Balatonon, és utána nyilván a keményebb munkához is. Köszönöm. Beszélgetés lezárásaként pedig énekeljük el közösen a himnuszt. Kilépek.